cukrozottat. Ittassuk meg Vivivel. Jó. Így van. Jó. Mindenki egyszerre. Kettőt nézzük meg, hogy cukorsokot kap-e, és meg tudja csinálni. Ez a mi bosszunk, nee. A tegnapi partizsos kihívás. Tartam. Igen? Van meg ilyen? Mielőtt írna a cég. Igen, de van nekik zéro is. Jó. Neki nagyon örülök. De Vivi szereti, ha édes a szája. Szólítsuk Vivit a küzdőasztalhoz. Jó, hol van, recepción? Igen. Jön már, hát itt van, hát nézd, hát meghallja, itt is jön. Itt is van, csak ugye, amikor beadtad az önéletrajzodat summa cum laude-val, nem ez gondoltad, nem hogy, így van. Hogy ez egyszer benne lesz, hogy... Sziasztok, jó reggel. Vivi! Hello. Hát ha te hozol nekünk TikTokos kívást, ne gondolod, hogy nem kapod vissza. Hát igen. Tegnap itt hemperegtünk, vagy tegnap előtt a földön, Jani fejébe belehorzsolódott a padlószőnyeg, hogy meg tudjuk csinálni a partvis nyéllel előre borulást, nem tudtuk. Be kellett a fél arcon neogranormozni otthon, hogy... Egyébként én is két lila zöld foltos vagyok, ha ez megnyugtat titeket. Jó, de hát jó, ez de valami kis családi elragadtatta magát. Érted, mert hihetetlen ez. Megint megjólt egy pár pesgőt, és utána kikelt magából. Ennyi év után már nem élvez minden. Na figyelj, van egy ilyen kívás a TikTokon, hogy úgy kell meginnod egyébként egy fél literes, egy literes szénsavas üdítőt, hogy nem jöhet ki büfi. Semmi. Semmi nem jöhet ki. Hát ezt nem ígérem. Na, az se baj. A csajok büfizek egyébként szoktak, nem? Persze, meg egyébként bevallom, hogy szintén nekem nagyon érzékeny a torkomnál az inger küszöb, és hát igazából nem. Akár egy fogmosásnál is már. Ó, szegény Laci. Lacusom. Igen? Ők rendezel a fogmosásnál? Igen. Hát te vigyük ezt tovább, mert lennének meg kérdéseim. Nem szoktál itt maradni egyébként olyan nagyon sok, de én ebédidőben azért már hallottam olyan akciót a Vivitől, hogy a szegénységi maszkos dobozt egyetlen szuszra lebefögte a pultról. Tehát, na. Igen, akkor nem is eszel pálcikával, nem is mosol nagyon, már hogy fogad mosol, de csak ilyen óvatosan. Igen. Semmi hosszú dolgot nem veszel a szádba, mint a vattacukrot, tehát hogy nincs semmi ilyen. Hát mondhatjuk. Érzékeny? Tehát ilyen irritálásnak éled meg. Igen, úgyhogy ha itt is esetleg. De most nem azt mondom, hogy edd meg a sprite-os üveget, tudom. Csak azt mondom, hogy idd meg belőle az. De ugye, hogyha valami ilyen ingert kell visszatartani, már attól is. Hát nem tudom, hogy a fogmosásnál is, hogyha minél tovább csinálom, az a baj. Tehát, hogy minél hátrább megyek a fogkefével. Hát ez a hívás, hát itt azért. Ez... Igen. De szerencsés vagy. Hozzunk egy hányó bődre? Szapapírt már kis. Akkor egymásra találtatok, jó van. Latusnak ez nem baj, hogy te ilyen érzékeny vagy? Mit tudom én, mossa a fogát. Ó, arra megvan a technika. Arra megvan a technika. Én Latus miatt nem mondjatok. Arra kérdezem, hogy mossa. Hogy mosod a fogad, és látja a másik mosdónál, hogy baromira ők rendezel. Ja, hát ez már majdnem 7 év alatt szerintem fel se tűnik. 7 éve vagytok együtt Latusommal. Idén lesz 7 éve, igen. Igen. Á, Istenem. Úgyhogy meg kéne innom ezt az egészet. Várj. Mondhatni akkor nem Latus a torok kéményseprője, nem? Hát nem kifejezetten. Na jó. Érted. Szegény Latus, írva ki. Mikor ittál utára egy liter szénsavas üdítőtnek egyszerre? Hát nagyon régen egyébként, főleg azért, mert hogy én már így diétázom egy ideje. Úgyhogy ilyen semmi cukros dolgot ne nem csinál. Nagyon az ittam. Az egy ideje, ez pár perc? Komolyan? De miért? Hát, igazi de minden csaj mindig diétázik? Miért diétázik? Igazából rosszul mondtam, nem diétázom, inkább egy kicsit életmódot próbálok váltani. Tehát, hogy kicsit több egészséges kaját, kicsit több mozgás. Kevesebb cukor. Juli, ne igyál! Csak mondom, hogy befutott gondoskodom. Juli. Gondoskodom. Igen, reméltem is, hogy Juli megérkezik. Felkészülsz frak a gémai Julia a piros szőnyegen, kék mezben, a hármas szőnyegen. Na, Vivikém, döntsd magadba, és nézzük meg a lényeg. No büfi. Jó. Semmi nem jöhet ki. Igyekszem. De nem vagy ki, persze, nem vagy ki. De megállhatok közben. Mennyit iszik meg a csaj? 0,75-öt? Magába dönt 0,75-öt, na várjál. Figyelj, majd egy-két deci marad az egészből. Figyelj. Viszont burping, ennyi szépen magyar. Aha, ez a kihívás. Egyébként kinyitja az üdítőt, és ugye, de szerintem ez 0,75-ös vagy 1 literes. Ő már valami 16. próbálkozásnál tart egyébként. Ez már a 16. videója? Igen. Mindig megpróbálja? Mindig megpróbálja újra és újra. Nagyon küzd, de miért egyébként ezt le tudod nyelni? Lehet csak visszajön. Csak vigyázz, hogy egy idő után annyi szénsavas jön, megint vissza. Nagyon küzd, egyre torzultabb az arca. Olyanokat szuszok közben. Igen, nagyon küzd. Oda néz, megitta a felét. Szenved. Teljesen beteg a TikTok. Nagyon beteg. Semmi értelme, de szórakoztató. Mindig mutogatja, hogy mennyi marad belőle, figyelj. Mindjárt sír. Nagyon liheg. Igen. Figyelj, felnőtt emberek ezek küzdenek, figyelj. Eddig bírja. Na, figyelj, rosszul van. Venj. Jézus Mária! Azt az előtt. Figyelj, ezt még egyszer hallgass meg, hát ez nagyon jó. Bújtat.
Rosszul van? Iszik egy korcsolyt. Figyeld, imádom. Iszonyú pronyó. Figyeld, lenyeli. Most. Figyeld. Még egy korcs. Sírom, sírom. Jézus Mária, de jó. Azt a mindenit. Figyelj, egyébként az a durva, hogy van benne valami szexi, amikor egy csaj egy jó ízűt tud büfizni. Tehát, hogy tudod, hogy nem az a ilyen kis szalvétat, tudod, jó, és akkor jaj, igen. Csaj vagyok, meg nem büfizetek, megissza a szembe, viszont hogy olyat böfög. Ráadásul egy csinos csajról mikor van. A tizadik... Igen, ezt akartam mondani, hogyha ez a csinos csaj bemerte vállalni, akkor talán nekem se lesz. Ne törődj bele. Amikor a Titanicba tanítja a Jack ugye köpni a csajszit, az is cuki, és akkor megtanítja köpni, nem? Én azon is bőgtem. Az jó, az jó. Na, Vivikém, kezdj el inni. Jó? Ha kijön, kijön, ne törődj vele. Jó? Jó? Na, de cuki nissza, nézd meg, olyan kis visszafogottan, szépen. Olyan kis lassan. Hogy tartja? Jó, lement egy pár korcs. Mehetünk tovább, jó? Ne várjunk, ne beszéljünk. Igyár, nem kell ennyit várni. Nyeljünk, nyugodtan, nyeljünk. Sokat. Minél többet nyeljél nyugodtan. Jó? Az nagyon szép. Juli, vagy van még a Julinak is üvegünk? Mert Juli is meg akarom nézni. Automatában annyi van, amit akarsz. Oké, okay. Vivi nagyon küzd. Jó, vagy Vivi csak bólint. Nehogy elálljon el itt nekem. Tartsd vissza. Tartsd vissza. Jó, mindjárt, a fél liternek mindjárt a végén vagyunk. No? Van még ott hely? Hát egy liter az fixen nem fog menni egyébként. Na, szóval. Ne beszélj. Ne legyél ilyen érzékeny. De te oda néz! Oda, na, hát nem megy azért azon most a torkon. Jó, az nagyon jó. Liternek. Nagyon jön a szénsav? Bírod. Azaz. Tarts magad. Fújtás, az csak jó. Csak levegő a fújtatás. Jó, halljuk, hogy fújtat, figyel. Mindjárt nem van a fél liter. Jó vagy. Hiszünk benned, Vivi. Megcsinálod. Ó, de csípi a szememet a szénsav. Jó, de cuki vagy, hát csípi a szemed a szénsav. Oké, még egy kicsit. Legyom majd a fél liter. Mi van? Bú, ilyen volt a lány hangja, nem? Én nagyon hiszek Vivi-ben, hogy ő durvább lesz. Tényleg arra várunk, hogy készülj, hogy ő üzenet. Mit érzel? Rosszul vagy? Hajrá! Ez a jó. Egész ez a jó, ebből is. Lesz valami. Na, mindjárt nem van. Alakul a szusz. Azt várjuk, hogy befögjék amúgy. Én imádnám. Ha meg tudod csinálni, tök jó. De ez... Hát, ez... Maradjál már! Mi volt ez? Eddig bírtam. Az volt a büfi! Hova lett a többi szénsav? Hát, hol hát, távozott? Ennyi jött ki. Azt igen. Még gyűr le, hát ha van ott hát, még ha... onnan ez ilyen. Én már látom egy rutinos kell ide, Juliskát szóljunk neki, gyereket. Oh. Abba belereped a robhátjátok. Oh, hát ott aztán mangarat. Gyere, Juli. Na, hova tűnik ez a rengeteg szénsav? Megissza az egész. Bőrön át szuszogott ki? Vagy... Figyelj, tehát ki lélegzi a szénsavat? Semmi? Jaj, ott! Mocorog, de semmi. Szép volt, Vivi! Megszereztelek még jobban szívem. Ebben benne volt a fél liter. Komoly meló. Nem okoztál csalódást. Írd ki, Anna, játsszuk ki, ezt jingle palettára rakom. És most hallgassuk, Vivi. És megmondom, hogy mit gondol erről, Vivi. Hallani akarom még egyszer a visszajátszásra. Villogjon az R betű. Vivikém, ez a legszebb volt. Köszönjük. De az első az ilyen nagyon ilyen angol kisasszonyos volt, ilyen kis finomkodó, ilyen kis... Na, ez már az igazi Vivi. Megjöttél? Mondhatni Vivi akkor, tehát ezek szerint elbukta a TikTok kihívást. Igen. Nem tudtad megcsinálni. Akarok fél liter Sprite-ot inni. Kezdjük el. Persze. Nagyon jó, ennyi a következő. Ki tart velem? Jó? Hozzátok Julit. Még a te hajad is lobogni fog. Köszi Vivi. Jobban köszönöm, vagy? Igen, sokat segített. Ugye, hogy minden ez jó, hogy megkönnyebb jó. Az ember. De amúgy is nehéz egy húzásra fél litert meginni. Jó. Nem, hogy még szénsavas is. Az önéletrajzodba bekerül, megnyertem Balázséknál egy TikTok kihívást. Jó. Ezt írd bele, mint ha becsereg valaki, azért kérje időt, mire válaszol. Na, jövünk mindjárt a hírek után. De jó volt ez, atyaisten. Fél tíz lesz, 3 perc múlva. Na. Egy gyors kávé, egy falat reggeli, és ugyanebben a hangulatban jövünk vissza!